Köszöntöm nézőinket, Önök Hozam című gazdasági magazinunkat látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Nézzük, mit kínálunk a mai műsorban. Átadták a 78 szobás munkásszállót Faddon. Pénzt hagy a gazdáknál az Agrárkamara. Támogatás a mikro, kis és középvállalkozásoknak. Turizmus, vendéglátás és gépészet ágazatban várják a tanulókat Dunaföldváron. 78 szobás, 1300 négyzetméter alapterületű, egykori dohánybeváltó épületből alakítottak ki egy modern, kétszintes munkásszállót Faddon. A beruházás 424 millió forintból valósult meg, aminek 70%-át a magyar állam támogatta. Eredeti több mint 100 éves oszlopok tartják az új munkásszállót Faddon. A településen ünnepélyes keretek között adták át a 2020 áprilisában indult projektet. Én azt gondolom, hogy egy polgármesternek egy ilyen kis településen, mint Fad, mindig nagy öröm, hogyha egy új vállalkozás érkezik a településre, és ez a vállalkozás nyilván gazdaságilag is pozitív irányba hat majd a településre, hiszen nyilván bevételt jelent a településnek direktbe vagy átvitt értelembe. Ez mellett munkahelyet is teremt nyilván. És az meg még külön úgy mondhatom boldogság egy polgármesternek, hogyha ez a vállalkozás úgy érkezik a településre, hogy egy nagyon leromlott műszaki állapotú épület együttes megvásárol, és ezt felújítja. Ennek vagyunk most itt a szemtanúi, én azt gondolom tényleg egy nagyon igényes, gyönyörű szép épület együttest láthatunk itt, és hát reményeink szerint ez majd hamarosan meg is fog telni élettel. Gratulálok a tulajdonosoknak, és mint polgármester is köszönjük a segítséget a magyar államnak, a támogatást ehhez a felújításhoz, és hát kívánom a tulajdonos úrnak, hogy sokáig teltházzal működjön az épület, és hosszú távon tudják ezt az épületet jól, jó színvonalon és eredményesen működtetni, mert a településünknek is nyilván ez az érdeke. Természetesen már beszéltem Móré úrral, hogy amiben én, mint polgármester tudok neki segíteni, illetve a hivatalunk abban természetesen mindenben számíthat, és remélem, hogy egy hosszú távú együttműködés fog kialakulni a tulajdonosokkal is. A projekt összesen 424 millió forintból valósult meg, amelynek 70%-át a magyar állam támogatta. A munkálatok során az 1300 négyzetméter alapterületű, egykori dohánybeváltó épületből alakítottak ki egy modern, kétszintes létesítményt, amelyben 78 szoba, illetve egy közel 350 négyzetméteres ebédlő található meg. Tudnánk használni az ide érkező kivitelezők elhelyezésére, ebben beletartozott a kalocsai laktanya is. Nagy dologon tulajdonképpen majdnem egy négy hasonló méretű négy egységből álló épület együttes van. Ott is szép kialakításra van lehetőség, de sajnos a mi, hogy mondjam, kitartásunk, meg elkötelezettségünk nem eredménye az, hogy eredményezte azt, mint itt, amit eredményezett, de meg tudtuk volna kezdeni azoknak a épületeknek a felújítását, hogy meg tudtuk volna szerezni hozzá a fel. Annak külön örülök, hogy ugye Bak Tibor barátunk, aki korábban nálunk dolgozott a minisztériumban, mégiscsak fölhajtott olyan vállalkozót és olyan hátteret vagy hitet beleraktak ebbe az épületbe, ami azt eredményezte, hogy itt lehetünk, és ez bizonyítja azt is, hogy a többi épületet se szabad veszendőbe hagynunk, hogy azt a szándékot, amit akkor elkezdtünk, az be kellene fejezni. Ugye el lehet helyezni az ide érkezőket konténer szálláson is, de az a környezet, ami akár egy laktanyába, sportolásra, kulturálódásra lehetőséget ad, vagy itt is ez a parkos, ligetes rész, és ugye beszéltünk, hogy ki lehet itt egészíteni, vagy konyhával, vagy közösségi térrel, amikor a ide érkező munkásoknak pihenésre is szükségük van, és ezt kultúrát keretek közt kell megoldani. Ezek a terek mind lehetőséget adnak ahhoz képest, mint ha lerakom konténert, egy betonozott vagy térkövezett udvarra, és akkor se fa, semmi nincs. Süli János Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta, hogy ha teljes üzemben megkezdődik Pakson a két új reaktorblokk építése, több ezren dolgoznak majd ott, és a szakembereknek kell a szállás. Itt
2015-ben mi már ezeket az épületeket megnéztük, nem csak ezt, hanem Kalocsán is, és Nagydorogon is. Nagydorogon egy ugyanilyen dohány begyűjtő hely, csak négy épület együttes alkotja azt a területet, az jóval nagyobb. És a munkások, ugye 10 000 tulajdonképpen kivitelező munkás lesz csúcsidőbe, ezeknek az elhelyezését is meg kell oldani. És úgy szeretnénk megoldani egyik, hogy azért kultúrát formába, hogy a szabad idejüket is el tudják tölteni, lehetőleg ne 10 000 ember egy csomóban legyen, mert a csodákra képes. És akkor így néztük meg ezeket a vidéki épületeket, és örülök neki, hogy ez megvalósult, mert ez magával hozhatja, hogy el tudjuk hitetni mások is, hogy ez egy jó út, hogy a magyar építészet, ez ugye ipari építészet, de akkor is szép épületek voltak, mert a régi fotókon is ugye ez látszik, hogy megadtuk a módját, hogy valahogy akkor is, hogy szépek legyenek, kinézzenek, és akkor ezek, ha meg tudnak maradni, ez nagyon fontos. Amikor a jövőben csökken a kereslet a szállás iránt, más célra is tudják majd hasznosítani az épületet. Mindent úgy gondoltuk, hogy több célú hasznosítás, hisz ha elmegy innen a 10 000 ember a régióból, mert az üzemeltetéshez nem kell annyi, azoknak viszont végleges lakást kell építeni, azzal is foglalkoztunk, az egy 1500 lakás a régióban, amit majd meg kell csinálni, tehát akkor ezt több célú hasznosítás, ezek idős otthonok, vagy bármilyen egyéb kollégiumok, vagy bármilyen lehetnének. Ugye itt alapvetően FAT vonatkozásában ez egy idős, emelt szintű idős otthon lehet hosszú távon, hisz a szobák is kétszemélyes szobák lettek kialakítva tévével, hűtővel, mindennel, úgy közösségi térrel, és majd a vállalkozóval beszéltünk hosszú távon, még ugye, ha munkások vannak, akkor lehet valami tekepályát, konyhát megépíteni, tehát még vannak elképzelések, de akkor teljesen van, aki hazajön a munkavégzésből, nem is kell kitenni a lábát, mert tulajdonképpen minden szolgáltatás majd igénybe tud venni. Ezek kell akkor itt egy kis bolt is, de ez mind része ezeknek az elképzeléseknek. Az esemény zárásaként a résztvevők bejárhatták a Faddi munkásszállót. Az aszályra, az energiaválságra és a szomszédban dúló háborúra való tekintettel idén összesen 1 milliárd, jövőre pedig várhatóan további 2-2,5 milliárd forint értékben nyújt tagdíj kedvezményt a kamarai tagoknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az adó kedvezmény egyaránt érinti az egyéni és a társas vállalkozásokat is. A tagdíjat minden esztendőben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara esetében a szervezet vezetősége állapítja meg tagjai számára. A költségek megfizetése két lépcsőben történik. Tavasszal a gazdasági társaságoknak, ősszel novemberben pedig a magánszemélyeknek kell megfizetnie. Tolna megyében Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának 11 ezer tagja van, ebből körülbelül 9 ezer fő, aki őstermelő. A többiek egyéni vállalkozók, vagy pedig gazdasági társaságokként működnek. A kamara a 2020-as árbevétel után a lehetséges kedvezmények levonásával rója ki az aktuális évre vonatkozó tagdíjakat. Ezt az összeget a kamarai tagok az ügyfélkapujukon, a NAKOS ügyfélkapujukon meg tudják tekinteni, hogyha egyetértenek fel, akkor jóvá hagyják, hogyha még látnak olyan tényezőt, amivel csökkenteni tudják ezt a tagdíjat, akkor módosítani lehetséges. Az idei évben a történelmi asztályra és az energiaválságra való tekintettel úgy döntött a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának a küldöttgyűlése, hogy a magánszemély tagjaink részére országosan 1 milliárd forint tagdíjkedvezményt nyújt, és a 2023-as évben pedig további 2,5 milliárd forint tagdíjkedvezményt fogunk nyújtani, de ott már nem csak a magánszemély tagoknak, hanem a gazdasági társaságoknak is. A 150 ezer forintot vagy ennél kevesebbet fizető tagok automatikusan részesülnek egy 30%-os kedvezményben, mely az ügyfélkapujukon már most is nyomon követhető. A 150 ezer forint fölött
fizetett tagdíjsávokba eső kamarai tagjaink esetében nem automatikus ennek a 30% kedvezménynek a megadása, hanem egy méltányossági kérelmet kell, hogy benyújtsanak december 15-ig ide hozzánk a Szekszárd-Kesejűsi út szám alá, vagy pedig a e-mailen is jöhet ez a megkeresés, ez a kérelem a tolnakukacnak.hu e-mail címre, és a beérkezett kérelmeket, tehát a december 15-ig beérkezett kérelmeket még karácsony előtt szeretné a megyei elnökség elbírálni, úgyhogy én arra bíztatom a gazdálkodókat, magánszemély tagjainkat, hogy minél hamarabb nyújtsák be ezeket a kérelmeket, mivel véges az a keretösszeg, amit az Országos Küldött Gyűlés Tolna megyének rendelkezésére bocsátott. Az idei évre jutó 1 milliárd forintos kedvezményt a NAV százalékos arányban osztotta szét a megyék között attól függően, hogy az aszály milyen súlyosan pusztított az adott területen. Tolna megyét nézve ez az arány 30%-os, mondta vendéged itt. December 26-áig pályázhatnak mikro-, kis- és középvállalkozások energia-, költség- és beruházás támogatása. A részletekről Hornok Jenő, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozásfejlesztési pályázati tanácsadója számol be. Október 26-án indult a Feldolgozó Ipari KKV Energia-, költség- és beruházás támogatási program című pályázat. Ennek célja, hogy a vállalkozások likviditási, jövedelmezőségi és versenyképességi problémáit kezelje, valamint a munkahelyek megőrzését és az energiaköltségeket támogassa. Két komponensből áll, mint említettem. Ugye az első az energiaköltségek növekményében nyújt segítséget, energiaköltség növekményhez kapcsolódó támogatás visszanemtérítendő formában. A B komponense az pedig valóban egy hitelkonstrukció, egy beruházási hitel, ami kifejezetten energiaracionalizálást célozza, energiahatékonyságot. Ugye az energiaköltségek vonatkozásában ugye a 2021. október-november-december hónapokat veti össze a 2022-es október-november-decemberi hónapokkal, pontosabban az e hónapokban jelentkező rezsi költségeket, úgy mint gáz, villany, illetve távhő. Ugye itt a költség növekményekhez nyújt támogatást egy 50%-os támogatás keretében, illetve formájában. És akkor az a vállalkozás, amelyik ugye itt kifejezetten ezt hangsúlyoznám, hogy feldolgozó ipari és energiaigényes vállalkozásokról beszélünk, és KKV-król, tehát hogy az a vállalkozás tud pályázni a B komponensre, tehát a beruházási hitel részre, aki rendelkezik támogató jogirattal, vagy rendelkezni fog támogató jogirattal, ugye a költség növekmény támogatás kapcsán. Az első és egyben legfontosabb feltétel, hogy a feldolgozóipari ágazatban tevékenykedő cégeket támogatja a program. Itt azért megjegyezném, hogy kereskedelmi kamaraként javaslatot tettünk a pályázat kiírójának, hogy ne csak a feldolgozóipar, mint kiemelt szektor kerüljön támogathatóság alá, hanem ezt több olyan ágazatra is érdemes kiterjeszteni, ahol szintén magasak az energiaköltségek, hát így például vendéglátás is, vagy kereskedelmi tevékenységet folytató KKV-knál. Nyilván ez egy több lépcsős egyeztetés eredményeképpen tud majd megvalósulni. Én azt gondolom, hogy pozitív a hajlandóság, már csak azért is mondom ezt, mert ugye a közelmúltban éppen tegnapi nap módosításra került ismételten a pályázati felhívás. Olyan feldolgozó ipari KKV tud pályázatot benyújtani, akinek az árbevételének a 3%-át eléri az energiaköltség. Ezt a 3%-os határt vitték most le 2-re, tehát 2%-ra. Azt gondolom, hogy így jóval több vállalkozás tud majd pályázatot benyújtani. Úgyhogy ezen az úton haladunk, hogy lehetőség
lehetőség szerint minél több vállalkozásnak tudjunk segítséget nyújtani, illetve hát, hogy minél több vállalkozás tudjon pályázatot benyújtani. További feltétel, hogy a cég olyan vállalkozás legyen, amely 2021-ben már működött. 100 milliárd nagyságrendű keret van, ami erre a célra fordítható. Ennek a jelentős része egyébként itt az energiaköltségek finanszírozására fordítható, és akkor a másik fennmaradó része nagyjából ilyen 75-25%-os arányba, ha jók az információim, akkor az pedig ugye a hitelhez kapcsolódó támogatás. Ugye itt a hitelnél a támogatás úgy jelentkezik, hogy a hitelkonstrukcióhoz a szükséges önerőt biztosítaná ez a pályázati program, ami egyébként 15% lenne. Regisztrációs felület ugye október 20-ával megnyílt, december 15-éig lehet regisztrálni, és a pályázatot december 26-áig lehet benyújtani. Ez a mostani kiírás, az aktuális állapot, de az október 20-ai indulás óta többször módosítottak már a pályázati feltételeken, úgyhogy ezt folyamatosan célszerű figyelemmel kísérni. A turizmus, vendéglátás és a gépészet ágazatban várják a pályaválasztás előtt álló 8. osztályos diákokat Dunaföldváron. A Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Magyar László szakképző iskolában ezúttal egy nyílt nap keretein belül engedtek betekintést a mindennapokba. A diákok által készített süteményeket is megkóstolhatták azok, akik ellátogattak a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Magyar László szakképzőiskola nyílt napjára. Az intézményben idén már a második ilyen alkalom volt. A pályaválasztás előtt álló nyolcadikosoknak két ágazatban indítanak jövőre képzéseket. Az egyik a turizmus vendéglátás, a másik pedig a gépészet ágazat. Ezeken az ágazatokon belül is kimenetként a turizmus vendéglátásnál a szakács, a cukrász, valamint a pincér vendégtéri szakember képzéseket tudjuk itt biztosítani az iskolában. A gépészet ágazaton belül pedig az épület és szerkezetlakatos, valamint a hegesztő szakma az, amit tudunk kínálni. Az iskola kis létszámmal működik, így több figyelem irányul majd egy-egy tanulóra a 3 éves oktatás során. Azt gondolom, hogy most már így leszűrve az ide érkező szülők és gyerekek tapasztalatait is, nagyon szeretik, hogy kis létszámú iskola vagyunk. Tehát és ennek minden előnyével én azt gondolom, hogy a mai világban fontosnak tartják a szülők, sőt én azt gondolom most már a gyerekek is azt, hogy egy családias hangulatú iskolában legyenek, ahol tényleg egy odafigyelő munka folyik, hogy mindenkit személyesen ismerünk, kis csoportokban tudnak dolgozni, akár szakmai órákon, akár a közismereti órákon, és igazából ez a kis létszám teszi még azt lehetővé, azt gondolom, hogy tényleg egy ilyen komplex képzést még inkább hasznosítani tudjuk a kis létszámot benne. A kollégák is együtt dolgoznak egy-egy projekten, hiszen projektalapú oktatást igyekszünk most már felmenő rendszerben bevezetni, és ehhez az kell, hogy a kollégák is együttműködjenek, egy-egy projekt tevékenységbe bekapcsolódjanak a szakmai kollégák mellé, a közismeretet oktató kollégák is, és ez azt gondolom nálunk nagyon jól működik, és ezzel a komplex együttműködéssel tudjuk azt elérni, hogy a tőlünk kikerülő gyerekek valóban szakmai tudással rendelkeznek, és ehhez járul még az is hozzá, hogy nagyon jó kapcsolatokat ápolunk a duális partnereinkkel, hiszen 10. osztálytól minden egyes tanulónk kint van duális partnernél, és folyamatos együttműködés jellemzi a közös munkát. A diákok 9. osztályban ösztöndíjat kapnak. Szakképzésben ugye ez havi 16 000 forint jelenleg, és 10. osztálytól ugye kikerülve a duális partnerhez ugye szakképzési munkaszerződés keretében munkabért kapnak, ami a bruttó 100.440 jelenleg. 8. osztály után tudnak, tehát ide jelentkezi alapfokú végzettséggel a gyerekek, 3 évet elvégeznek itt, utána érettségit is tehetnek, felnőtt oktatásban 2 év alatt van rá lehetőségük, hogy érettségit szerezzenek, úgyhogy ez is egy nagyon jó lehetőség, de azt gondolom, hogy most már az érettségizettek is keresnek minket, érettségizett tanulóknak is van lehetőségük akár 9. osztályba bekapcsolódni egy-egy szakmai képzésbe, megfelelő létszám esetén nekik akár technikumi képzést is tudunk biztosítani, de szakképzőiskolai képzésekre is nagy szeretettel várjuk őket, nagyon sok ilyen tanulónk van már.
Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsor támogatói: Tolna megyei szakképzési centrum, Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara.